ezen kollégák vagyunk, tanítványok, sportemberek, akik nagyon jól ismertük tanárokat, nagyon jól tudjuk, hogy egy kiváló ember, kiváló pedagógus, nagyszerű családapa volt, és minden mozdulatban minden tette arra ösztönözte a fiatalokat, illetve a tanítványaikat, akik ismerték és kapcsolatban voltak vele, hogy példaértékű volt, amit ő tett is követésre méltó. Én ennek a apropójával gondoltuk a kollégákkal azt, hogy ezt a mai napot szeretnénk az ő emlékének szentelni, hiszen azok a kiváló emberek, kiváló pedagógusok, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ezt megérdemlik és kell, hogy ilyen elismerést kapjanak, hogy ez a mai nap, nem csak ez a mai, de ez a mai nap nyomatékban az ő emlékének szentelődő. A mai napot úgy terveztük, hogy miután videófilmmel szeretnénk tisztelettel emlékezni egy kollégáról, utána igazgató pillanatosan megnyitni a mai rendezvényünket, és ezt követően akkor majd Zoli ismerhet a játékszabályokat, a sorsolás gondolom már megtörtént, és ezután a pillanatban most kezdődik össze a játék, és mindenkinek nagyon jó sportszerű mérkőzést kívánok, és azt kívánom, hogy érezzék a mai napon nagyon jó magatokat, ebből szeretnénk nagyon megteremteni, és a következő időszakban minden évben beszélgetünk egy órát, és tervezünk, hogy mi lesz a mai nap. Eszembe jutottak régi vasárnapok. Régi vasárnapoknak az íze. A templom, a rántott hús illata, meg a vasárnapi foci. És így eszembe jutott Kalacsinszki Pál kollégám. Ja, nagyon sokáig együtt tanítottunk, vagy vasárnaponként közel a dél körül találkoztunk, szálltunk az autóra, és mentünk fotballozni. Az együttlétnek az öröme. És amikor jöttek befelé sorba a diákok, a volt tanítványok, a megyeszói fiatal emberek, és azt hiszem, hogy ennek a tornának ez a legfontosabb üzenete, hogy bármennyire nehézségekkel küzded a mai magyar társadalom, helyben van utánpótlás, vannak emberek, és ez annak köszönhető, hogy valamikor a nevelés terén valami le volt rakva. Én nagyon szépen megköszönöm mindenkinek ezt, hogy létrehozták ezt az emléktornát. Az is eszembe jutott reggel, hogy egy évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy Alira kelljen emlékezzünk, Kis László tanár úrra kelljen emlékezni, de sajnos az élet már csak ilyen, amit nem lehet megváltoztatni, azt mi magunk sem. Ahhoz, hogy egy embernek sikeres legyen a pályafutása, én úgy gondolom három fontos dolog kell. Az egyik az, hogy legyen valami olyan dolog az életében, ez lehet a sport. A sport a legjobb. Pillanatokon belül le lehet mérni, ki lőttök volt, ki futott gyorsabban, ki volt az ügyesebb a másiknál. De mindenféleképpen, aki a bajnokságban az utolsó volt, annak is sikerélménye van. Hiszen ő volt, hiszen küzdött, hiszen egészségesen elfáradt. Én úgy gondolom, hogy Pali egy olyan ember volt, akinek az élete volt a sport. Mindenem volt a sport. Nagyon szerették a diákok, a sportérés és azért is, hogy az idejüket velük töltötte. És én azt hiszem, hogy ennyi ismerős arcot sikerült ma ide jó értelemben terelni, ide hívni, akik elfogadták a meghívást és jöttek a versenyezni, abban az is benne van, hogy kaptak valamikor valamit Lavocsinszki Pál kollégától, kaptak valamit az iskolától. Az iskola annak nagyon örülött. Iskolának kell lenni a helyi társadalomban, a másik dolog,
egyéni sikerek, az egyénileg elért eredmények mellett a másik dolog a helyítása. Valami minta, valami példa kell. És ha mi magunk sem hiszük el, hogy van itt jövő ebben a térségben, akkor ki higgye el. Ha nem az, akitől elvárják a jövőnek a jövő alapjainak a lerakását és a jövő építését, ez az iskola. És azért örülök neki, hogy itt vannak a kollégáim, itt van igazgató, itt van az iskola, itt vagyunk ezen a helyszínen, hiszen véleményem szerint a helyi társadalmi életnek az egyik fogászának a pedagógusoknak kell lenni, az iskolának kell lenni. Mint ahogy azt tanultuk, mint ahogy spontán módon tanultuk és láttuk az elődeinket. Én elnézést kérek, el fogok menni innen, de csak azért, mert előre egyeztetett programom volt. Évek óta dolgozunk egy közös munkán, amelyet egyébként Irénke és Pali az első szóra azt mondta, hogy igen, megemlékezett a gyermekszervezet életéről, megemlékeztek a egykori iskolájukról, mint idejáró diák, mint kolléga, mint pedagógus. Ennek a iskola történetének egy szerepét, hiszen egy egész iskola történetet nem lehet feldolgozni, írom a bevezetőbe, hogy ahhoz kellene, amióta iskola van, minden nap a legalább egy oldal, és itt megy a Szomárai Mária Terézia idejétől, tehát az 1700-as évektől kezdve van iskola, visszatudunk egész oda nyúlni. Nos, mai napnak az üzenete rajtunk múlik az, hogy a következő 1-2-3-400 év is itt, ezen a helyen, Szentlénynek a déli részén élettel teljen meg, és egészséges jövőkép legyen benne. Mindez egy harmadik dolog is kell ahhoz, hogy az embert ne felejtsék el, és mindezeket a célokat el tudja érni, és ez a család. A család, akinek most a legnehezebb elviselni azt, hogy egy megváltoztathatatlan dolog történt, és miért éppen az én hozzátartozom, miért éppen az én apukám, miért éppen az én férjem. Sajnos ezzel nem tudunk segíteni, de tudjuk a fájdalmat enyhíteni azzal, hogy jelenlétünkkel eljövünk, együtt érzünk, és én úgy gondolom ez ma, aki ma ide eljött, mindenkire benne van. És a másik dolog az, hogy az emlékét, ami nagyon sok mindent erősített helyben, ápoljuk. Ápoljuk, és továbbadjuk, és megerősítjük, hiszen ez önmagunkat is erősít, ha itt a Lavocsinszki kollégák emlékét ápoljuk. Nagyon szép családja volt Kalinak, a 7 unokája, a 4 lánygyermeke. Emlékszem, vasárnap jött mindig az apósával, példaértékű volt, ahogyan kijöttek egymással, és a szép családi élet, hiszen annak kell lenni, annak az összetartó erőnek, és ebből is példát vehetünk Lavocsinszki pár kollégámból, ami, ha nincs meg, akkor nem tudom elvégezni a napi munkám. Nem tudok órát tartani, nem tudok foci csapatot edzeni, nem tudok gyerekekkel foglalkozni, vinni őket kirándulni, vagy a kollégákkal találkozni. És én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, ennek a pillanatnak a részese lehettem, és ami rajta fog tenni, meg is fogom máskor is tenni, és kérem a szervezőket ezt a szép kezdeményezést, nem csak a szervezőket, minden egyes embernek külön meg kellene köszönöm, és aki jött befelé, jöttek az arcok, még egyszer mondom, igyekeztem kezem fogni, akivel nem tettem meg, azzal jelképesen megteszem, örültem, hogy itt voltatok, örültem, hogy találkoztunk. Sajnos ezt az apropót nem tudjuk megváltoztatni, de ha már így történt, akkor erősítsük önmagunkat, és erősítsük egymásnak. Ezeknek a gondolatoknak és üzeneteknek a jegyében nyitom meg a labdarúgó tornát. Kívánok mindenkinek szép napot, sikeres versenyzést, győzzön a jobbik, de mint ahogy mondtam, itt utolsó nem lesz, mert mindenki nyert valamit. Azzal, hogy már eljöttetek, és emlékezni fogtok, és én több ezer képet néztem meg, és több ezer gondolatot olvastam el, több száz gondolatot a megyeszői iskola történetével kapcsolatban. Higgyétek el, hogy ez egy nagyon értékes dolog, csak ezt szerettem volna mondani, és még egyszer köszönöm, hogy itt lehettem, és akkor hangozom fel a sínszó, és így tudom mindjárt alatt. Jó versenyzést és sportolást kívánok. Köszönöm, hogy nem tudom. Szabályokat tudja mindenki, de pár fontos helyi szabályt el kell mondani, ami van, ami
játékidő, mindenki játszik mindenkivel. Fontos szabályok, mert kicsi a terem, be kellett hoznunk. Az a szabály, elsődleges szabály, hogy egymás testépsége vigyázzunk. Úgyhogy kérem azt, hogy becsúszásokat kerüljük, sőt, ne is alkalmazzuk, mert azért szabadulást figyelni, hogy a tanárom majd figyel őket. A gól akkor ér, hogyha az ellenfél térfelére átvittük a labdát, és onnan lőttük meg. Jó? Saját térfelé gólt nem lehet elérni. Kicsi a helység, akar sok helyen beakadt a labda, álljunk meg, és onnan az ellenfél, vagy berugással a földből, vagy bedobással hozzá játszunk a labdát. Mandinát játszunk oldalról és hátulról is, kivéve, hogyha azon az oldalt a függönytartó fölé megy a labda, véletlenül, vagy remény véletlenül, nem, zárnyosan, vagy ha más oldalt a vasás gerenda fölé megy, akkor minden esetben, bocsánatok, hogy hozzá a kosárpalánkhoz vagy tartójához, minden esetben a kapus hozza a játékba a labdát. Jó, megáll a játék, és kapus hozza a játékba. Még egy eset, ha a labda bejut a kapu mögé, vagy esetleg a kapu mögött a falról visszapattan a játéktérre, akkor is meg kell állni, akkor is a kapusé. De egyet próbáljunk elkerülni. Gondolkodtam rajta, hogy szankcionáljuk el, de szerintem nem lesz erre szükség. Esetleg egy védő fizikásan berúgja a kapu mögé a labdát, érzi azt, hogy veszélyben van, próbáljuk meg elkerülni. Jó szándékosan ne vigyük be hátra a kapu mögé, mert akkor az a ellenfélnek a lehetőségét korlátozza. Szerintem többi minden kispályás szabály, kéz, szabadugrás. Ja, még egy, hogyha beállja a plafonra a labda, akkor alóla közvetett szabadugrás végig az ellenfél, kivéve, hogyha a labda a hatoson belül lévő terület fölött ér plafont, akkor minden esetben kihozzuk belőlegesen, és a hatos vonalról van közvetett szabadugrás, jó? Mert furcsa, hogyha fejlődik a plafonra a labda, és akkor a gól mellől végigzünk szabadugrást. Jó? És még egy fontos szabadugrás, pontugrások esetén kicsi a terem, 2 métert adjunk meg. Mindenekkel 3 méter, már sok helyen kicsi a terület. Én nyugátokat kívánok mindenkinek, egészséges sportolás, és ne sérjünk meg senkit. Thank you.
Nem tudtuk, hogy lesz egy ilyen játékosunk. Legjobb nő játékos, én.
Gól király szépen pedig nagy csata őrezte. Nem szedve a lezaladva egymásra, de egy góllal nyert Szőke Gyula. Miért kérdésem van, mi nem menjen senki, fogadni mindenki egy elmikrofon még húzva, és józan akkor csapatonként egy fotó fog készülni. Köszönöm szépen mindenki.